Ha ön milliárdos, szupergazdag, ne olvassa tovább. Ez a program nem önnek szól. Ez a Munkáspárt 2018-as programfüzetének nyitó mondata. A megye minden 4 választókörzetében van jelöltünk, és minden 4 választókörzetben közel 90%-os szinten vagyunk 4 nap után a gyűjtéssel. A Munkáspártnak ugye van, korábban is jeleztük, hogy elkészült a programja, program alapján próbáljuk meg az embereket meggyőzni arról, hogy Munkáspártnak adják az ajánlásaikat. A Munkáspárt programja különbözik más pártok programjától. A 23 pontból álló programlistában 200 000 forint adómentes minimálbér és 35 órás munkahét is szerepel. A Munkáspárt megcélozta azt, hogy ki kell lépni a NATO-ból, mert a NATO egy agresszív katonai szövetség, amely szuverén államok belügyeibe avatkozik be folyamatosan, és ez nem Magyarország érdeke. A Munkáspárt egyértelműen elutasítja a migránsok válogatás nélküli befogadását. Az egészségügy reformjára a jelenlegi összeg dupláját fordítanák. A párt ismét állami kézbe venni a magyar földeket, és azoknak adná bérbe, akik valóban művelik. Mindenki számára alanyi jogon biztosítanának állami bérlakást. A kis jövedelemmel rendelkező családoknak több támogatást, jövedelem arányos családi pótlékot adnának. Az időseknek pedig 100 000 forint adómentes minimálnyugdíjat ígérnek.